Értágító. Érhangja.ro per rádió. 2018. október 30-a, ez itt az Értágító, mindenkit szeretettel köszöntök a mikrofonnál, Rupárcsics Judit Csilla, és elárulom kedves hallgatóknak, hogy nem vagyok egyedül, itt van a stúdióban velem kedves vendégem, Csontos János. Köszöntelek, János! Szerbusz, jó estét kívánok a kedves hallgatóknak! Pénteken volt itt egy Csendben búcsúzik a nyár című festmény, kiállítás, megnyitó és egy könyvemutató emlékezés az 1918-as háború hőseire. A könyv az itt áll előttem, itt van a kezembe, és ennek a könyvnek a megálmodója Csontos János, kedves vendégem. Ugye Hősök útján huszár emlékkönyv. Aki figyelemmel követ bennünket, az valószínű, hogy már látta a YouTube-on megjelent picike kis anyagunkat, akkor Hász Imrével beszélgettem, és ő mesélte el, hogy miről is szól ez a könyv, hogy is alakult ez a bandérium, ugye, mert a huszáregységeket bandériumoknak nevezik. Én olyan rosszfajta riporter vagyok, és hagyom a vendéget beszélni, úgyhogy egy rövid bemutatkozást, aztán a könyvről, ha szeretnél beszélni, vagy egyáltalán magadról. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek Székelyhídon, és egyáltalán egy olyan non-profit jellegű civil rádióban ülhetek, ahol önkéntesek dolgoznak. A mai világban az önkéntes munka, amit a régi világban úgy hívtak, hogy társadalmi munka, egy picit le van értékelődve, és én mindig is biztatom azokat az embereket, akik ilyen munkával, önkéntes munkával, az emberekért való munkával foglalkoznak, hogy ezt ne hagyják abba. És ezt azért mondom, mert a mai világban egyre jobban anyagiasodik az életünk, és csak azzal foglalkozunk, amiből pénz van, pedig ez azt gondolom, hogy nem helyes. Na most ez látszólag nem tartozik az én jövetelemhez és az én mondandómhoz, de abszolút hozzátartozik. Ugyanis itt egy rádióban ülök, ahol önkéntesek dolgoznak, és egy civil kezdeményezés. A mi Huszár Egyesületünk az ugyanilyen civil kezdeményezés, és ugyanilyen önkéntes munka, mint ahogyan itt Székelyhídon ezt a rádiót csinálják, vagy ahogy csinálják a Babamama kört, és más egyéb ilyen tevékenységeket. Maga a Huszár Egyesületünknek az előzménye az tulajdonképpen 1988-ra tehető vissza. Ez jelzi, hogy ez az évszám, ugyanis most 2018-at írunk, hogy én egy öreg őszhajú fiú vagyok, aki itt ülök, mert 1988-ban még fiatal voltam, és akkor szerveződött meg a Hajdú-Björmei huszárok első eseménye, hiszen Budapesten volt egy nemzetközi huszárvilág találkozó, és ezen a nemzetközi huszárvilág találkozón Európából, Németországból, Franciaországból, Dániából, Angliából, Szerbiából voltak vendég, lovasok, vendég, huszárok, és természetesen magyar lovasok is részt vettünk ezen az eseményen. És erre az eseményre egy akkor 75 éves úriember, Hetei Sándor György szervezett meg bennünket, és hát ez volt az első olyan huszár eseménye a Hajdú-Bihar megyei lovasoknak, amelyen bemutatkozhattunk, és amelyen nagyon nagy sikert arattunk. Ez úgy történt, hogy Hajdú-Bihar megye több városából, Püspökladányból, Kabáról, Hajdúszoboszlóról, Debrecenből és Létavértesről szervezett össze Gyurka bácsi lovasokat. Én akkor a Hajdú-Bihar megyei tanácsnak a művelődési és ifjúsági sportosztályon voltam osztályvezető helyettes, a sportszövetségek hozzám tartoztak, többek között azokat felügyeltem, és így a lovasz szövetség főtitkárával rendszeres kapcsolatban voltam, és egy kávés beszélgetésből kiderült Gyurka bácsi számára, hogy nekem is vannak lovaim, akkor a Püspökladányi
egyesületben, egy szabadidős egyesületben, ami szintén önkéntes munkával szerveződött, tartottuk a lovakat, turisztikával foglalkoztunk, és fiatalok sportolásával, lovaglásával és más egyébbel foglalkoztunk. És többek között Gyurka bácsival erről beszélgettünk, hogy milyen lovakkal érdemes tenyészteni. Mindig azt mondta, hogy fiam, te magyar ember vagy, te Hajdú-Bihar megyei ember vagy, és a Hortobágyon van egy fajta, az a hortobágyi nonius, és ezzel a lóval kell neked foglalkozni, nem más lóval kell foglalkozni. Na, elég az hozzá, hogy Gyurka bácsi egyszer felvetette nekem, hogy Jánoskám, Budapesten szerveződik a Lovas Szövetség támogatásával ez a nagy esemény, és az nem lehet, hogy Hajdú-Bihar megyei fiatalokat egy huszárbandérémot ne vigyünk fel. Na most erre azonnal igent mondtunk, és elkezdődött a szervezés. Hát abban a világban, tehát ezt mondjam, a változások előtt, a régi világban sem volt egyszerű az élet, de meg tudtuk szervezni. Elég az hozzá, hogy a háromnapos eseményre felutaztunk Budapestre, felszállítottuk a lovakat, és ott az akkori sportcsarnokban, illetve Budapest utcáin tudtak bemutatkozni a huszárok. Na most erről az eseményről még annyit kell elmondani előjáróban, ugyanis ez a születés pillanata ennek az egyesületnek, hogy egy kis történelem, hogyha nem mutatom ezzel a hallgatókat, de hát értágítóról van szó, akkor tágítsuk és bővítsük az ismereteinket. 1688-ra tehető a huszárság, mint katonai fegyvernemnek a létrehozása. Akkor a magyarok által jól alkalmazott lovas katonai módszereket szervezték be a huszárság keretébe, és 1688-hoz, ha hozzáadunk 400 évet, az 1988. És 400 éves volt így a huszárságnak a megszületése. És tulajdonképpen azért kellett nemzetközi huszárvilágtolót, találkozót szervezni, mert maga a fegyvernem az egy magyar fegyvernem. Magyarok használták a legjobban, és a magyarok fejlesztették a legmagasabb színvonalú ezt a fegyvernemet és ezt a katonai egységet, de az egész világon elterjedt a lovasságnak az ilyen módon való alkalmazása, és magyar tisztek, magyar huszárok egész Európát, de szerte a világon is szerepeltek, és tanították az ottani lovas katonákat a fegyvernem ügyes alkalmazására. Ha csak egyetlen egy példát hozok a nemzetköziség szempontjából, ugye volt egy az 1700-as években egy karcagi huszártiszt, akit úgy hívtak, hogy Kovács Mihály. Nagyon kevesen tudják, hogy az ő nevéhez fűződik az amerikai lovas hadsereg kiképzése. Tehát az egész amerikai hadsereg lovasságát egy magyar huszártiszt alapította meg, és az ő tudása és tudománya alapján tudták korszerűen, a kornak megfelelően hatékonyan alkalmazni a lovasságot. És a nemzetközi huszártalálkozóra visszatérve, ha hoztam egy tengeren túli példát és egy hazai legényt, Kovács Mihályt ezzel összekapcsoltam, akkor hagyd mondjak el egy nagyon érdekes sztorit 1988-ból. Ugye mondottam, hogy nemzetközi huszárvilág találkozó. Mi magyarok, hajdubiariak felmentünk Budapestre, de ahogy mondottam, Európából is érkeztek egységek. És hát volt egy francia gépesített ezred, aminek a névadója Bercsényi, aki a Rákóczi Szabadságharcnak volt egy generálisa, és képzeljék el, kedves hallgatók, hogy igen megható volt és szívet melengető, hogy a francia katonák ott Budapesten, a sportcsarnokban az indulójukat magyarul énekelték, ők nem tudták, hogy mit énekelnek, de ezt megtanulták az évszázadok során, ugyanis Bercsényi szervezte ezt a francia lovasezredet, amiből később már gépesített egység lett, most is működik még, de az indulója az egy magyar dal. És ezt énekelték el a sportcsarnokban a nemzetközi huszárvilág találkozón. Tehát így kezdődött ez a mi önkéntes munkánk, ami 30 éve folytatódik, és tulajdonképpen amikor barátaimmal leültünk, hogy hogyan is kell egy születésnapot megünnepelni, azon kívül, hogy megígyunk egy pohár bort, meg ne adj Isten lecsúszol egy fél deci pálinka, meg megvacsorázunk és beszélgessünk a múltról, az is szóba került, hogy talán érdemes lenne a jövőnek
igyekeznek megőrizni ezeket a sztorikat, mert ebben a, ahogy mondtam, ebben a rohanó világban, amikor minden a Facebookon van, minden a YouTube-on van, állandóan fotózunk a telefonunkkal, sokszor bizony kitörőjük ezeket a képeket, mert új élményeink vannak. Egy könyv pedig maradandó lehet, ott lehet az asztalon, vagy ott lehet a polcokon, azt elő lehet venni, ha még egy picit porosodik, akkor le lehet porolni, újra lehet olvasni, és ez a könyv tulajdonképpen, amiről itt Székelyhídon a könyvbemutató kapcsán is beszéltünk múlt héten pénteken este, ez rólunk szól, a mi hagyományozó tevékenységünkről, és arról, hogy hogyan tudtuk Hetei Gyurka bácsi segítségével a Nemzetközi Huszárvilág találkozón Budapesten bemutatni a hajdúbihari fiatalok lovas tudását. Nagyon szép ez a kiadvány, maga a kiadvány is nagyon szép, beleolvastam, hát meg belelapoztam, rengeteg gyönyörű kép van benne, és van benne egy kis megemlékezés is, mert napló részleteket is láttam a könyvbe. És hadd kapcsolódjak ugye akkor a huszárság történelméhez, mert nem emlékszem, a etimológiailag a huszár szó az nem magyar állítólag, hanem milyen is? Hát azt mondják, hogy szerb de... és a tolvaj szóból. Igen, de ez az egyik magyarázata, igen, van egy másik magyarázata, Mátyás király 20 bármegyéből egy katonát állított elő, és akkor innen a huszár szó. Most zenélünk egy kicsit, és aztán folytatjuk Jánossal együtt. Hangja.hu per rádió. Hát hallották, kedves hallgatóink, érhangja.hu per rádió, oda kell kattintani, és rögtön lehet bennünket hallgatni. Ez itt az Értágító, 2018. október 30-a, és most már tudjuk, hogy honnan ered a huszár szó. Itt van velem kedves vendégem Csontos János, mesélte nekünk, hogy hogyan indult ez a idén 30 éves bandérium, és az következő kérdésem az az, hogy mi az a bandérium, valami banditák társasága? Igen. Ez egy jó kérdés. Hát ahogy az előzőkben elmondtam, Budapesten tulajdonképpen ezen a 1988-as eseményen egy díszfelvonulás volt. A díszfelvonulás az a keleti pályaudvar mellől, a Nemzeti Lovarda, amit úgy hívnak, hogy Tatterzál, onnan indult, és felmentünk a budai várba, és vissza. Na most ez jelzi, hogy mi nem hivatásos katonák vagyunk, mi nem hivatásos lovas egység vagyunk, tehát nem is a rendőrség keretében működünk, hanem ahogy az előbb elmondtam, ugyanúgy működünk, mint egy önkéntes szervezet, egy egyesület, és ilyen bandériumok zászló alá szervezett civil lovasok. Tehát egy bandérium, magyarul a bandéra az zászló, a zászló alatt lovagló emberek, egy zászló alatt lévő lovas csoportról van szó, és így mondtuk azt, hogy egy Hajdúbihar megyei huszár bandérium, hogyha ilyen díszfelvonuláson szerepel. Lényeg az, hogy mindenkinek van civil foglalkozása, és az is lényeges, hogy legyen lova, és legyen saját felszerelése. Mert mi mindig a kornak megfelelő ruházatban szerepelünk, és mivel mi a Magyar Királyi Debreceni Honvéd huszárezred hagyományőrzői vagyunk, ezért ennek az egyesületnek a 100 évvel ezelőtti egyenruháját használjuk, és a felszerelésünk is ugyanolyan, mint ahogy a 100 éve hivatásosok alkalmazták. Egyébként ilyen civil lovasokat először a millennium alkalmában szerveztek, akkor még Magyarország vármegyéi valamennyien bemutatkoztak Budapesten az 1000 éves évfordulón 1896-ban, és Debrecenből is felutazott egy küldösség, Debrecen várost képviselte ez a bandérium, ahol tehetős debreceni polgárok elkészítették az egyenruhát, az ilyen bocskai, rákócihoz hasonló kori ruhák voltak ezek, és ott fent egy ugyanilyen díszfelvonuláson ők is a debreceni civis bandérium keretében lovagoltak, egy díszfelvonulás keretében. A második alkalom, ami nagyon jelentős, biztosan volt több ilyen alkalom is, a millennium évforduló után, 1896 után, 1906, amikor Rákóczi fejedelem Hanvait hazaszállították Törökországból, tudjuk, hogy ő törökországi számüzetésben volt a kuruc mozgalmak leverése után,
És ez egy nagyon nagy esemény volt akkor Magyarországon, az ország imázsnak egy nagyon-nagyon jelentős eseménye, akkor még nem volt televízió, nem volt rádió, nem volt internet, kellett nagy rendezvényeket szervezni, hogy megtudják az emberek, hogy mi is a magyarság abban a korban, és ezt bizony-bizony ezt egy filmrendezői pontossággal megszervezték annak idején ezt. Az ország imázsnak egy része volt ez a felvonulás. Hazahozták Rákóczi Hanvait, a keleti pályaudvarra vonattal érkezett, és akkor is díszelgő vármegyei lovasok, civil lovasok, bandéristák várták ott a keleti pályaudvaron a koporsót, illetve ami tartott, amiben Rákóczi Hanvait elhelyezték. Budapesten végigvonult ez a díszelgő menet, megint csak valamennyi vármegye lovasai díszeregtek, tehát ez több kilométer hosszú volt ez a menet, és hát ahogyan elképzelik, hát gondolhatják, hogy Budapestről föl a budai várba, keresztül a hidakon, a Lánchidon, óriási tömegek voltak ennek részesei. Ez egy halottat mellett és a fejedelem mellett kitartó állásfoglalás volt, és amikor visszaérkezett Pestre a menet, akkor feltették újra vonatra, és elszállították Kassára, ugyanis Kassán a Dómba van elhelyezve. Ez volt a második szereplése a debrecenieknek, akkor is ott voltak. Nagyon érdekes volt, hogy ezt a menetet a könyvben is leírom, gróf Hadik János vezette, aki később egyébként miniszterelnök is volt egy nagyon-nagyon rövid időig, pont 100 évvel ezelőtt, a háború vesztése után őt bízta meg IV. Károly, és Hadik János vezette a díszelgő menetet, és mellette volt egy olyan ló, amelyik nyereggel fel volt szerelve, ez volt Rákóczi lova, ez szimbolizált, hogy a fejedelem is itt lovagol velünk, de őnek itt csak a Hanvait kísérték. És ez a menet bizony-bizony ezt az ünnepséget nagyon-nagyon felemelte. A harmadik alkalom, ami nagyon-nagyon jelentős és kiemelkedő, az 1918-hoz kötődik, és akkor is ezek a bandériumok, ezek a civil lovasok szerepeltek, de már nem Budapesten, hanem Debrecenben, közeledünk Debrecenhez. Debrecenben 1918. októberében építették fel, avatták fel a Debreceni Egyetemet. És akkor a IV. Károly király érkezett a városba vonattal, és a Károly király kísérő központi hadi egység 10 lipicai hintóval várta őt az állomáson, ezt a kincstárnak a hintója gyönyörű szürke lovakkal, de képzeljék el, hogy akkor is több száz lovas volt a Petőfi téren, a nagy állomás mögötti téren, akik várták a királyt. Csak Hajdúböszörmény város 60 lovast, díszruhába öltözött lovast küldött be erre az eseményre, és a debreceni civis bandérium, és még egy másik bandérium is Debrecenből, volt egy úri bandérium, és volt egy polgári bandérium, ezek mind-mind felálltak. Ez azt jelenti, hogy amikor a király beült a hintóba, utána a 10 kincstári lipicai fogat kísérte, és utána jöttek Debrecen város úri bandériumának lovasai, amiben ültek a főispán, a parlamenti képviselők és a városnak a kiválóságai, a városi helyhatóságnak a képviselői, a különböző katonatisztek, a kíséret tagjai, és ezek a díszhintók vonultak az állomástól a nagy templom felé. A nagy templom előtt a mai városházán a király fogadta, megállt, és a Tótfalusi tér felől behajtott a városházára. Ott a király felment a erkélyre, és a mai piac utcán köszöntötte a bandéristákat, akik a nagy templomnál visszafordulva az állomás felé elvonultak, köszöntve a királyt. Így fogadta Debrecen 1918-ban a királyt. Nagyon nagy érdekesség egyébként ennek az eseménynek, ezt is leírom a könyvben, hogy az a város fogadta ilyen nagy pompával IV. Károly, az utolsó Habsburg uralkodót,
amelyik város 1848 áprilisában kimondotta a nagy templomban a Habsburgok trónfosztását. Nagyon érdekes ugye a történelem, de hát ma is ilyen ez a történelem. És utána kilovagoltak a bandiristák, illetve a hintókat, kikísérték az egyetemhez, átadták az egyetemet, és utána a királyt visszaszállították az állomásra, és ő elutazott. Na most három eseményt említettem, és az előbb beszéltem az első fél órában 1988-ról. Nagyon érdekes, hogy kerekek az évfordulók, mert 1918 és 1988 között 70 év telt el, és újra lettek bandiristák, és újra ott voltunk Budapesten, és újra egy díszelgő menet részesei voltunk. Ez azt jelenti, de mondják, hogy nincsenek véletlenek. Igen, igen. Ez azt jelenti tehát, hogy mi rendszeresen a tevékenységünkön keresztül Debrecenben, Magyarországon és a határokon túl, mint ahogy most is itt vagyok, Erdélyben, Kárpátalján és Vajdaságban is már felvonultunk, díszelgő menet részesei voltunk. Elmondtam a könyvbemutatón pénteken este, hogy csak Erdélyben 133 településen fordultak meg a debreceni huszárok lóháton, de le van írva a könyvben, hogy elődeink, Simonyi Óbester vagy Széchenyi István szinte egész Európát bejárták lóháton. Tehát a bandérium szóra visszatérve, ez egy zászló alatt gyülekező civil sokaság, ha mi rólunk van szó, akkor ez a civil sokaság a Magyar Királyi II. Honvéd huszárezret hagyományőrzőit tömöríti. Ma már egy jogi keretet adunk ehhez, ennek a bandériumnak, ez a mi egyesületünk, és így különböző ünnepségeknek vagyunk a résztvevői, a debreceni március 15-i ünnepségnek, az augusztus 20-ai virágkarneválnak, az október 23-ai ünnepségnek, és más ünnepségeknek, a városi díszközgyűlésnek emeljük az ünnepélyességét, de természetesen megye városaiban is szerepelünk, így jutottunk el Erdélybe is, 2004-ben jöttünk először át a határon, akkor még nem volt tagja az Európai Uniónak Románia, csak személyautókkal tudtunk átjönni, de már huszáregyenruhába is hoztuk a nyergeinket, és Érköből kútról Rákóczi Lajos volt az, aki gyönyörű szürke lipicai lovakat hozott be Nagyváradra, és a március 15-i délutáni ünnepségen, ami az RMDS központi ünnepsége volt, a Szacsvai szobornál mi vezettük Nagyváradon a felvonuló menetet, a felvonuló fáklyás menetet, amelynek közel 10 000 résztvevője volt. Én arra lennék kíváncsi, hogy mi késztet egy embert, hogy ennyire mélyen és aprólékosan ismerje ezeket a dolgokat, és hogy valószínű, hogy nem egyhetes, kéthetes munka volt összeszerkeszteni egy ilyen könyvet erről, hogyha beszélnél nekünk. Engem nagyon-nagyon érdekel. Igen, ez egy fontos kérdés, mert gondolom, akik látnak bennünket esetleg egy vonulás alkalmával, amiről az előbb beszéltem, vagy Debrecenben, vagy Nagyváradon, bennük is fölmerül ez a kérdés, hogy hogy kerülnek ezek ide, és tényleg miért is veszik fel ezt az egyenruhát. Két dolog van a huszárságban, két dolog, ami nagyon... Tehát egyik az, hogy kell, hogy legyen lószeretet. Én személy szerint, mivel Püspökladányban voltam fiatal, ott nőttem fel, ott születtem, és az a Hortobágynak a déli kapuja. Én fiatalkoromban nagyon-nagyon sokat kerestem a hortobágyi embereket, csikósokat, meglátogattam a ménest, és gyerekként is nagyon-nagyon vonzottak a lovak, hogyha hozzánk szekérrel hozták a szenet vagy a fát téli őszi időben, akkor én kisgyerekként mindig felkérészkedtem az igástólnak a hátára. Aztán utána, amikor egyszer már volt rá tehetségem anyagilag, 1989-ben volt, amikor megvehettem az első kiszoperált csikós hátas lovat, 1989-ben, és azt hazavittem, nem volt istálló, anyukámat kértem meg, hogy a fáskamra mellett tegyük oda ezt a lovat. A lovat egyébként úgy hívták, hogy Sárga Rózsa. Egy gyönyörű, szép sárga Nonius kanca volt. Ez az egyik oda a lószeretet. Akkor a másik oldala
ha ez már megvan, akkor nyilván lovaglás nagyon-nagyon fontos. És a másik oldala nyilván a katonai hagyományoknak a tisztelete, a magyarság átélése, mert végül is ezzel át is éljük ezt a hagyományt, hogyha felülünk a róla és felveszünk egy egyenruhát, magyarságunk átélése, azt is mondhatnám. De ez egyébként, amikor először szerveződtünk, nem volt bennünk tudatosulva. Csak az, hogy lovaglás és gyönyörű egyenruha, láttuk a filmekben ezeket a hősöket, a kőszívű ember fiait, vagy később a 80 huszárt, vagy a Rákóczi hadnagya című filmet, és nyilván a fiataloknak tetszik ez. És valahogy, ha már lovunk is volt, akkor ez a hagyományőrző mozgalom igazából még akkor nem alakult országos szervezetté, sőt határon túli szervezetté. Kellett hozzá nyilván egy inspiráló ember, aki, ahogy említettem, az első fél órában egy 75 éves nyugdíjas katonatiszt, aki megjárt egyébként a második világháborút, egyébként Nagy Károlyban született, és Ludovika Akadémiát végzett Gyurka bácsi, és ő is idős korában írt több könyvet és lótenyésztéssel foglalkozott. Na tehát kellett hozzá egy ember, aki inspiráljon bennünket, fiatalokat, hogy akkor merre próbált valamilyen formában terelni bennünket ehhez az ügyhöz. És későbbiekben, mikor tematikus huszártúrákat szerveztünk, akkor mindig fel kellett készülni annak a kornak a történelméből, hogyha 48-as huszártúrát szerveztünk, a BEM tábornok túrát, amit le is írom a könyve, vagy a Lenkei túrát, akkor nyilván abból a tárgykönyvből és abból az időből át kellett olvasni a 48-as forradalom és szabadsághoz történetét, és annak a katonatisztnek az életét, akiről végül is beszéltünk, és akinek a csata helyeit meglátogattuk, akinek az emlékhelyeit meglátogattuk, és akinek az életét ápoltuk és tisztelektünk előtte ezzel a díszmenettel, akkor ezt meg kellett ismerni. 48-49-et, vagy az első világháborút. És nyilvánvaló, hogy amikor az ember az egyenruhát is felveszi, akkor nyilván utána néztünk múzeumokban, milyen volt az az egyenruha, meg kellett keresnünk egy szabóságot, aki ezt egész pontosan megvarja. Ha már az egyenruhát és megvolt az ezrednek a neve, amelynek a hagyományőrzői lettünk, jelen esetben a debreceni magyar királyi honvéd huszárezred, akkor nyilván ennek a történetét meg kellett ismerni. Tehát a lovakon keresztül mentünk bele a történelembe. Mindig mentünk, mint egy alagútba mennénk, és annak vannak leágazásai, és akkor valahogy összetalálkoztunk. Tehát valahogy így, ez volt az inspiráció. Érdekes ez, és aztán most eszembe jutott, amit Juhász Imre mondott, hogy amikor megalakult ez a bandérium, és ő is tagja lett, ő nem is tudta, hogy az ő nagypapája az igaziba annak idején harcolt, ha én jól értettem az igen, ő szavaiból. Igen. Pontosan, hát az Imrének az útja is hasonló, mint az enyém, mert Imre még nem volt huszár 1988-ban, hanem ő csikós bemutatót tartott Hortobágyi csikósokkal Budapesten a Csarnokba. Ez is egy járulékos kapcsolódó programja volt magának az eseménynek, és voltak a huszárok. És ugye, mikor lovasemberként ő a 2000-es évek elején próbált hozzánk kapcsolódni, akkor nyilván ő is utána nézett, hogy akkor ez az egyenruha, ez debreceni, és akkor egyszer igen, mesélte nekünk, hogy rájött arra, hogy neki a családban a nagyapja a budapesti első honvéd huszárezrednek volt a katonája, és akkor múzeumokba ment el, után kutatott, sőt azt hiszem még, ha jól tudom, a bécsi levéltárból is kért ki anyagokat. Ugyanis arról van szó, hogy amikor már lejutottunk a történelemig, és a mi egységünk itt, aminek a hagyományát ápoljuk, akkor azt kellett tudni, hogy 1867-ben a kiegyezés után szervezték meg a Magyar Honvédséget. És a Magyar Honvédségnek volt 10 huszárezrede. Az első az Budapesten működött, a második Debrecenben, és akkor sorolhatnám Kassán az 5., a 9. Marosvásárhelyen. Tehát így alakultak. Debrecenben is volt egyébként más lovas ezred is, csak az nem magyar királyi volt a Magyar Honvédség irányítás alatt, hanem a császári királyi, 16. császári királyi huszárezred, amiről szintén írok. Például nagyon érdekes, és ez is a könyvben le van írva, hogy a mi ezredünknek, a Magyar Királyi Honvéd huszárezrednek nincs emlékműve,
De a császári király ezrednek a vármegyeháza falán van egy emlékműve. Hát vannak ilyen visszás dolgok, de hát a történelem az már csak ilyen. Így kell ezt elfogadnunk. Lehetőleg nem ferdíteni rajta, mert ugye értünk azért olyan korba, amikor megpróbáltak pici kozmetikával korrigálni a dolgokat, és aztán jó sok embert félrevezettek. Na most még egy kicsi zene, és jövünk vissza, majd még lesz ilyen kérdésem, hogy te személyesen hogy éled ezt meg?